Legyen ez a mi Biblia óránk is az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megnéztem az útmutatónak a folyamatos bibliaolvasási menetét, és most János evangéliuma van. Lehet, hogy találkoztak vele a testvérek, és hát aztán mégiscsak emellett kötöttem ki. Már noha jól lehet, jól ismerjük János evangéliumát, de mégiscsak most egy olyan résznél tudunk bekapcsolódni, amikor mondhatjuk, hogy Jézus felemeltetése elkezdődik, és ezen a böjti úton, amiben most éppen vagyunk, ehhez nagyon jól illik. Mert Jézus búcsú beszédei következnek a következő hetekben, és aztán a passió, és aztán ugye halála és feltámadása. És arra gondoltam, hogy akkor miért ne menjünk ezzel együtt mi is. Egy kicsit akkor bele tudunk jobban mélyedni ezekbe a szövegekbe. Úgyhogy fogadják szeretettel akkor ezt a sorozatot. És János evangélium a 11. fejezeténél nyitjuk ki a Bibliánkat. János evangélium a 11. fejezeténél nyitjuk ki a Bibliánkat. Hadd kérdezem meg, ki az, aki esetleg tudna akkor olvasásba segíteni? És Miklós bácsi segít nekünk, akkor Miklós bácsi, kérném szépen, hogy az első 16 verset, tehát szakaszonként elolvassuk, halljuk, és utána akkor beszélgetünk egy kicsit, és majd megyünk a következőre, és így tovább. Jó, ez lenne a munka stílusunk egyelőre. Jó, köszönöm. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérneinek, Mártának falujából. Mária volt az, aki megkente az urat olajjal, és megtörölte a lábát a kajával. Az ő testvére Lázár volt beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, imé, akit te szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Máriát, ennek nőtestvérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De aztán így szólt a tanítványaihoz: menjünk ismét Judeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy? Jézus így válaszolt: nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja-e a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta azután, így szólt hozzájuk: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merüléséről szól. Akkor aztán Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Még a következőt is, mikor vagyok.
Tamás, akit Ikernek neveztek, ezt mondta tanítványtársainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele együtt. Igen, köszönöm szépen, tehát az első szakaszunk ez. És már látjuk, hogy milyen gazdag lesz ez a történet, és mennyit sejtett, mert itt alapos félreértés van. Ugye a tanítványok félreértik a mestert, és Jézus is, erős várom Isten, tessék leülni, mert Jézus is késlelteti az indulást. Ugye nagyon, nagyon érdekes és talányos ez, hogy hírül veszi a kedves ismerős, a barát Lázárnak a betegségét, és nem akar elindulni, és azt mondja, hogy ez a betegség nem halálos, pedig ő tudja, hogy meg fog halni Lázár, és hanem azt mondja, hogy ez az Isten dicsőségét fogja szolgálni. És aztán, amikor aztán később ugye, azt mondja nekik, hogy elaludt, és félreértik a tanítványai, mert azt hiszik, hogy hát, hogy betegség kapcsán biztos valami hosszabb ideig kell most pihennie, vagy aludnia, pedig ő ugye már a halálára gondol. Tehát amikor azt mondja, hogy elaludt, akkor ő tudja, hogy Lázár már meghalt, és a többiek nem erre gondolnak, hanem arra, hogy hát a betegségből adódóan komolyabb pihenésre van szüksége. És amikor azt mondja, hogy meghalt, akkor azt mondja, hogy ez ti értetek történt, hogy ti higgyetek, és csak ezután indulnak el. És ráadásul még közben jön egy olyan szál is, hogy hát ismét Júdeába megyünk, mester, hát ott téged már meg akarnak téged kövezni, meg akarnak ölni, ott már egyszer meg akartak kövezni, nem, vissza akarsz menni? És ugye ez a rejtélyes mondat, hogy a napnak 12 órája van, és aki nappal jár, annak van világossága, aki pedig éjjel jár, annak nincs világosság, az megbotlik. Mire kell itt gondolni? Ugye itt arra, hogy én nyíltan, tehát Jézus nyíltan vállalja magát őszintén, vállalja azt, aki ő valójában, ő szembe mer nézni a dolgokkal, nem hamis, nem álságos, nem gonoszkodik, nem csalárd a szíve, mint azok, akik az ő életére törnek, mert azokat hasonlítja ahhoz, akik az éjszaka leple alatt, ugye a sötétben készítik elő a bűntényt, a gonoszkodást és az ártalmas dolgokat. Tehát ugye ő maga is mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága, amíg a világosság ragyog, addig járjatok a világosságban, meg ne a sötétségben járjunk. És ő itt azt mondja, hogy nem kell semmitől se félni, a szándékaink tiszták, az én szándékaim egyenesek, én tiszta vagyok, átlátható vagyok, áttetsző vagyok, és éppen ezért én sikerre tudom vinni azt, amit én elképzelek, vagy amit gondolok, és azok fognak elbotlani, akik ugye, aki másnak verne társ, az majd maga esik bele. Tehát itt erre kell gondolni, de ez csak egy ilyen közbevetett tanítás ugye a tanítványoknak, és azt mondja, hogy akkor most indulunk el, Lázár már meghalt, és miért csak most indul el Jézus, ugye? Azért, mert olyas valamit készít elő, amit a világ még nem látott, a legnagyobb csodát, a legnagyobb általa véghez vitt csodát készíti elő, és erről még a tanítványok mit sem sejtenek, de Jézus tudja, hogy talán ez lesz az utolsó alkalom arra, hogy nagyobb sokaság előtt jelet tudjon mutatni,
és ez még sokakat hitre tud vezetni, és ilyen módon dicsőíti meg az Istent, vagy adja ez majd a dicsőséget Istennek. Ugye Jézusnak mindig is azt vetették a szemére, hogy hogyan merő mondjuk a szombat napon is gyógyítani, tehát hogyan meri megtörni a szombatnapi szabályt, és mindig azzal tudta kivédeni, hogy életeket ment, betegségeket gyógyít, és itt pedig hát egy olyan jelet készít elő, amelyet ő Isten fiaként megtehet, és itt ne aggályoskodjunk, ő tudja, hogy mit csinál, és miért csinálja. És ez a mi üdvösségünket célozza. És másrészt, ugye Lázárt nagyon szeretik a nővérei is, és nagyon síratják, nagyon fájlalják az ő elköltözését, és ilyen módon még nem tudjuk, hogy mennyi ideig, de vissza tudja adni az övének Lázárt is, tehát újra a nővéreivel ugye egy közösségbe tudja kapcsolni őt. De nem ezen van a hangsúly, hogy most élethosszabbítás, hanem az, hogy az Isten megmutatja a hatalmát Lázáron keresztül, mert ez sokaknak a dicsőségét, Isten dicsőségét szolgálja, sokaknak a hitét szolgálja. És a következő rész, az pedig a 32. versig szólna, Krisztina esetleg, akkor köszönjük, hogyha olvasod a 32. versig. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Márkához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amit meghallotta, hogy Jézus jön elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvérem. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Márta így felel. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta elment, és titokban szólt a testvérének Máriának. A mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amit ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és oda ment hozzá. De Jézus még nem jött a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik Máriára voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy hirtelen feláll, és kimegy. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Még a 32-est is? 32-est is, igen. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lábára, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Igen, itt azt látjuk, hogy Márta és Mária, akiket ugye ismerünk más történetből is, ugye, amikor Mária ugye Jézus lábánál tanul, Márta pedig sürgölődik, a vendéglátás gondjával van elfoglalva, tehát két különböző karaktert ismertünk meg a nőtestvérekben. Itt is, mint hogyha valamiféleképpen ugyanez a különbség egy kicsit megmutatkozna, Márta az, aki Jézus elé siet, aki megadja a módját, ugye, tehát ugye kiemeli most ezt a tiszteletet Jézus iránt, elébe megy, és mondja neki, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de ugyanakkor azt is kifejezi, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus erre azt mondja, hogy feltámad a testvéred, és
megint, ahogy az előbb a tanítványok félreértették Jézust, amikor az alvásról volt szó, akkor itt megint csak egy ilyen eltolódást veszünk észre az értelmezésben, mert Márta azt mondja, hogy tudom, hogy majd feltámad, a feltámadáskor az utolsó napon, tehát nem érti Jézusnak ugye most még a szándékát, hogy Jézus a mostanra gondol, tehát hogy most nem sokára feltámad a testvéred, tehát Jézus már próbálja jelezni és előkészíteni a csodát, és persze ezt nem fedi fel egy az egyben, hanem próbálja lélekben készíteni azokat, akik a legközelebb állnak Lázárhoz, Márta és majd Máriát erre a csodára felkészíteni. Mert tudja, hogy ők hisznek, az ő szívükben van hit Jézus iránt, és amikor Márta azt mondja, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Tehát ebben a mondatban is egy olyan nagy bizalom van, és olyan nagy hit, hogy amely Jézusra tekint, hogy azt mondja, hogy én tudom, hogy te eddig is sok mindenre képes voltál, de hogy Márta itt arra gondolna, hogy azt kérni, hogy támaszt föl, nem tudom, nem hiszem, mert ugye a következő mondatával éppen nem arra utal, hogy azt kéri, hogy most támaszt föl a Lázárt, hanem hiszem azt, hogy feltámad az utolsó napon. Én itt arra gondolok, bár lehet ezzel vitatkozni, mert ugye nem látunk bele a gondolataiba vagy a szívébe, én arra gondolok, hogy valamiféleképpen Jézus közben járhat Istennél Lázár érdekében. Én tudom, hogy te megtehetsz mindent, hiszen ismered Lázárt, mint hogyha ezt mondaná, ismered, hogy jó ember volt, hogy a hit útján járt, hit benned is, és te most akár közben is járhatsz az atyánál Lázár érdekében, hogy mi biztosak legyünk abban, hogy ő az atyánál van most már, és ne kelljen külön félnünk attól, hogy elkárhozott vagy. Tehát, mint ahogy mai napig is vannak olyanok, akik aggódnak, és esetleg kétségeskednek elhunyt szeretteik miatt, hogy vajon ők üdvözültek-e, vagy a mennybe jutnak-e, az Isten magukhoz veszi-e őket. Én valami ilyesmire tudom gondolni, lehet ezzel persze vitatkozni, de abból indulok ki, hogy ugye Márta azt mondja, hogy hiszek a feltámadásban, az utolsó napon remélem azt, hogy feltámasztja az atya. De most még tele vagyunk kétséggel, tele vagyunk szomorúsággal, tegyél valamit, segíts valamit, bátoríts minket, vagy vigasztalj bennünket. Jézus azt mondja, hogy feltámad a testvére. És aztán ugye szól a testvérének Máriának, a mester itt van és hív téged, és akkor Mária gyorsan összeszedelőzködik, és ugye ott is azt látjuk, hogy a háznál már egy csomóan összegyűltek, akik kimentek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket, tehát rokonok, ismerősök, barátok a városból, talán Jeruzsálemből is többen, és Jézusnak ez is a szándéka volt, hogy minél többen legyenek ott, és ezért mondom azt, hogy közönségszervezés, lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik ez, de ugye ma ez egy ma jól ismert fogalom, hogy közönséget kell szervezni a kulturális eseményeknek, hogy ne túl kevesen menjenek el egy operába, egy koncertre, stb. És Jézus is szándékosan megáll a falu határában, és ott tábort ver, kimegy hozzá Márta először, aztán kimegy utána Mária, és a Mária után mennek a gyászolók, a résztvétel lévő ismerősök is. Tehát nem véletlen ez, tehát Jézus, mint hogyha ezt tudatosan tenni, ezt a várakozást, hogy ne csak a két nővér legyen ott, hanem szemtanúk is legyenek ott. Minél többen legyenek ott. És kimegy Mária is, és ugyanazt mondja, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Tehát a hit, a nagy bizalom ott van, és valóban nem halt volna meg. De viszont Jézus tudja, hogy ennek miért kellett így lennie, mert most valami mást
akar mutatni és bizonyítani az Isten hatalmából. Tudnélik azt, hogy még a halálon és a legnagyobb ellenségünkön is Úr az Isten, és nem kell félni a haláltól sem. És ugye ez a mondat, amiben a két nőtestvér egyezik, ez a hitvalló mondat, ez azt mutatja, hogy ők bizony maguk között, ezekben a napokban bizony, hiszen üzentek Jézusnak, várták őt, és hittek abban, hogy Jézus majd jön, és akkor majd segíteni fog, ahogy másokon is segített, betegeken, leprásokon, bénákon. Miért pont rajtunk ne segítene, ugye? Akik ismerjük őt, szeretjük őt, akiket ismer és szeret. Úgyhogy ebben van némi szemrehányás is, hogy velünk most miért ez történt, de benne van a hit is és a bizalom is, hogy hát mi arra számítottunk, hogy jössz. Tehát van ebben csalódottság is, szemrehányás is, de azért ott van, hogy mi bíztunk, tehát a bizalom is ott van. És akkor most folytassuk a következő résszel. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele lévő zsidók is sírnak, háborodott lelkében és megrepült. Megkérdezte, hova helyezték őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre kapott. Rilók ezt mondta, íme mennyire szerette. Közülük néhány ember így szólta. Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ezt ne halljon meg. Jézus még mindig háborodott magában a sírhoz menni. Ez egy barlang volt, és kőkeztük rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta az elmúlt testvére így szólt hozzá. Uram, már szabad van, hiszen negyed napos. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették rá a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a kövülázó sokaság miatt mondtam, hogy elvigyék, hogy te küldjél el. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén folyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt neki, hogy hagyjátok fel, és hagyjátok elmenni. Köszönöm szépen! És most jön az a nagyon emberi megnyilvánulás, hogy Jézus elkezd sírni, és megindul, gyötrődik a lelkében, és elkezdi síratni Lázárt. És azt látjuk, hogy tényleg szívének minden indulatával ő is a gyászban ott van, és nem egy lelketlenül, nem egy kiborg, egy robotként van itt jelen, hanem valóságos emberként is, és valóságos Istenként. Tehát nem egy programot futtat le ő ezzel, hogy föltámasztja Lázárt, hanem valóban egy olyan nagyszerű csoda készül, amiben viszont teljes emberként is ott van Jézus, és nem arról szó, hogy csettintek egyet, és akkor minden probléma megoldva, hanem ő is végigjárja ugye a gyásznak ezt a stációját, amikor meri siratni az ő barátját, Lázárt is. Szóval nem egy automatikusan lefuttatott programról van itt szó, hanem ő ezt az Istennel, az Atyával megbeszélte, tehát itt egy komoly erő egyesítés, egy komoly erő koncentráció történik előzetesen, amit mi nem látunk, csak el tudjuk képzelni, hogy hogyan imádkozhatott Jézus, hiszen már akkor háboroghatott a lelke, amikor hírét vette, hogy Lázár beteg. Hogy most akkor mit csináljak, Uram? Menjek, maradjak? Meg tudnám gyógyítani, és ő ezt az Atyával imádságban megbeszélte, hogy nem, most inkább az lesz, hogy
az ő dicsőségét ilyen módon is megjeleníti. Tehát el tudjuk képzelni, hogy ez egy tusakodás, az Jézus szívében, lelkében, ez egy külön tusakodás lehetett, hogy most mi legyen Lázárra. És ő elfogadta azt, hogy az atyával és a lélekkel együtt így fognak dönteni, ahogy itt látjuk, hogy akkor később indul el, mert a tanítványoknak még egy erre szükségük van, még egy bizonyítékra, egy nagyon erős bizonyítékra, és nem csak nekik, hanem a zsidóságnak, hanem Mártának, rokonainak és a sokaságnak is. Mert utána már ugye bevonul a városba, és elkezdődik a szenvedés története, és ott már nem lesz külön jel, ez lesz az utolsó lehetősége csatlakozni azoknak, akik a jelből arra következtetnek, hogy igen, ő a Krisztus, ő a megígért messiás. Aki itt nem dönt mellette, az majd meglátjuk, hogy mit dönt, vagy hova áll, mert ez erről is szó van a későbbiekben. Tehát látjuk, hogy emberként is megnyilvánul, és azt mondja, hogy hol van, hova helyezkétek. Természetes igénye az embernek, hogy időnként úgy gyászoljon, vagy időnként úgy emlékezzen meg a szeretteiről, hogy kimegy a temetőbe és a sírja fölött. Ugye, pláne akkor, amikor még először van erre lehetőségünk. Tehát ugye a frissen eltemetett szerette, vagy ismerős az embernek, még nem tudtuk ilyen módon meggyászolni, akkor ez egy természetes igény, hogy kimenjünk a nyugvó helyéhez, és meglássuk, hogy hova helyezték, hogy hol van a földi porhüvelye, és ott is imádkozzunk, és aztán ugye rendszeresen évről évre, ugye, tehát a Mindenszentek halottak napjánál is, ugye bennünk van ez az igény, bizonyos rendszerességgel ezt megtegyük. És Jézus is azt gondolja a sokasság, hogy igen, hát látni akarja, hogy hol van az ő barátja, hova helyezték, és biztos ott akar imádkozni, és ezért természetesen mutatják neki, és azt is észreveszik, hogy íme mennyire szerette, ugye látják az ő gyászát, az ő sírását, könnyeit, és ebből is látszik, hogy mennyire szerette Lázárt. Tehát oda mennek a sírhoz, egy barlang volt, és egy kő feküdt rajta, Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Na, itt kezdődik a döbbenet, hogy miért kell elvenni a követ. Ja, nagyon érdekes, hogy ebben már némi előjelet is láthatunk, meg utalást is, ugye az ő saját feltámadására, talán nem véletlenül van itt ez egyébként. Most, hogy az ő halál, az ő feltámadásakor is, ugye a sír elhengerítve, miért kell elvenni a követ, mert a halott újra élni fog. Vegyétek el a követ, itt még azt lehet gondolni, hogy hát lehet, hogy annyira meg akarja gyászolni, hogy még a porhüvelyét is, tehát ugye a testét is esetleg látni akarja. Hát ugye még a temetéseknél is van olyan, tehát mielőtt elhantolják, hogy közvetlen hozzá tartozók esetleg, akik külföldről jönnek haza, mondjuk egy utolsó pillantás, hogy ránézhessenek az elhunyt szeretükre, ugye van ilyen igény is olykor-olykor. Ma már annyira ezt nem teszik lehetővé a temetésük, meg az egészségügyi előírások. Hát ott is ez furcsa volt azért, tehát ott is ez döbbenetet okozott, mert azt mondja Márta, hogy Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. És ugye ezzel arra is utal Márta, hogy hát hogyha most itt kinyitjuk a sírt, akkor ugye azzal tisztátalannokká leszünk. Tehát ugye a halottal való érintkezés az mindig ugye a tisztasági törvényeknek az újraindítását jelenti, feltételezi, hogy akkor újra majd egy megtisztulási folyamaton kell keresztül menni. Tehát Márta így megint ugye, az okoskodó Márta, ugye, akit megismertünk a korábbi történetből, közbeveti, hogy hát azért lehet, hogy azért ezt meg kéne gondolni, mester, mert negyednapos szaga van, stb. Valóban azt akarod, hogy itt most
Na, értik a testvérek, hogy itt most ez a szag terjengjen. És erre azt mondja Jézus, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Tehát itt derül ki, hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy feltámad a testvéred, akkor a mostani pillanatra gondolt. Erre az itt és mostra gondolt, most fogod meglátni az Isten dicsőségét. Nem megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. És akkor nem volt most már ellenállás, elfogadják Jézusnak a kérését, elhengerítik a követ, és felemeli a tekintetét Jézus, és ugye fennhangol a következőket, mondja, atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál, én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél el engem. Tehát itt még egy fennhangon egy imádság az atyához, amellyel ugye azt bizonyítja, hogy ő ezt nem egy zugban történt dologként, nem a saját szakállára csinálja ő ezt, hanem az atyával egyetértésben, és az ő akaratával együtt, és az ő dicsőségére. Tehát ez is azt jelzi, hogy valóban ő a megígért messiás, ő a Krisztus. Tehát mert az atyával beszél erről, és az atyával egyeztet. Ezután mondja fennhangon Lázár jöjj, hogy ki jött a halott lábán és kezén pólyákkal körülkötve arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok el és hagyjátok elmenni. És nagyon érdekes, hogy itt azt látjuk, hogy mintha el lenne vágva a történet, mert ugye 21. századi emberként most jönne az RTL Klub, meg a TV2, meg a Fókusz, meg a nem tudom micsoda, hogy meglepjék a Lázárt, és akkor jaj, gyorsan egy interjút, hogy na milyen volt oda át, meg stb., hogy biztos, hogy ez lenne a szenzáció, meg az óriási érdeklődés középpontjában, és akkor Jézust elfelejtenék, és akkor jaj, milyen is az a halál? Ugye az mai embert inkább az érdekli, hogy jaj, hát milyen ez a dolog? Meg, és nem a hitre koncentrálnak, nem arra, hogy itt ki az, aki megtöri a halál erejét, hanem az, hogy az milyen. Hogy kell elképzelni? Meg mi van, ha nekem az nem tetszik? Mert akkor nem is kell. Ha nem olyan, amilyennek én elképzelem. Ugye? Tehát ma ezen rágódnak az emberek, hogy milyen az örök élet meg a mennyország. Mert hogyha unalmas, akkor nekem nem kell. És akkor a hitet így, kereszt így vágják ki a fát, a hitet, mint a fát. De azt nézzük meg, hogy itt el van vágva a történet tudatosan. János evangélista nem azért szerkeszti így a történetet, mert nem lenne érdekes tényleg Lázárnak a élménybeszámolója. Nem ezen van a hangsúly, hogy milyen a halál, milyen az oda, hanem azon van a hangsúly, hogy Jézus megteszi ezt a legnagyobb csodáját, és hogy itt még ez egy óriási jel azoknak, akik ott vannak, a sokaságnak, hogy higgyenek benne, hogy bízzanak benne. És elengedik, azt mondja, hogy hagyjátok elmenni. Ne, most ne avatkozzatok bele. Ő most majd rendbe jön, rendbe szedi magát, ő is majd elfogadja, ami vele történt, és hát gondolom a nővérek azonnal, ugye őt oda mennek mellé, és támogatják, hazaviszik, ez az ő dolguk. Nem a sokaság dolga. A sokaságnak az a dolga, a szemtanúknak az a dolga, hogy higgyenek. Ez lenne a dolguk. Máriának, Mártának az a feladata, hogy igen, hitték, hogy nagy dolgokra képes Jézus, tessék, megtörtént. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg, itt vagy, újra él. Tessék, visszaadja nekik a testvérüket, ők is biztos, hogy ámuldoznak. Hát szóval ezért késlekedtél. Szóval ezért nem jöttél azonnal. Mert még nagyobb dolgot tettél, mint amit mi elképzeltünk, vagy amit gondoltunk. És a sokaságnak, a többieknek pedig le kell vonni a következtetést. Ki van itt? Mi történt itt? Kivel beszélt Jézus? Milyen hatalommal cselekedte ezt? Úgyhogy
Rajta marad a fókusz, János evangélista így szerkeszt, nem véletlenül. Nem véletlenül látjuk tehát a párhuzamot is a Jézus feltámadásával, a kő elhengerítésével, mert az evangélium célja nem az, hogy milyen a túlvilág, hanem az, hogy higgyünk, hogy Jézussal élni fogunk. Mint ahogy ő mondja a János evangélium a 5. fejezetében, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Úgy fejezem be, azzal fejezem, hogy a 12. fejezetből elolvasom még a 9-től a 11. versig. Figyeljük meg, hogy még mi történik. Illetve még hozzáveszem a nagy tanácsnak a határozatát is. Bocsánat, még azt is ideveszem, még a 11. fejezetből. Ekkor sokan hittek benne azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és láttak, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk. Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Nem azt mondják, hogy igen nagy jelet tett, vagy erős bizonyítékot adott, hanem azt mondja, hát még egy jelet tett, ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, azután jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet és a népet is. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik, ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, ha egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesse. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaiban. Közeledett a zsidók húsvétje, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között. Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. És most, amit az előbb gondoltam, még hozzáveszem, nagy tanács elhatározza Lázár megölését. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidők közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Tehát látjuk, hogy nem véletlen volt ez tehát az Isten akarata, ez a gyász, ez a rendkívüli gyászfeldolgozás, amelyhez Jézus tényleg nagy közönséget szervezett, értsük jól, tehát ne botránkozzunk meg ezen tudatosan, mert még nagyon sokan emiatt hittek benne, és föl is keresik Betániában Jézust és Lázárt is, és közben ugye a nagy tanács elhatározza Jézus megölését, ugye milyen diszonáns ez, milyen diszonáns megint, hogy életet ad, visszahoz a halálból, és ugyanakkor az ő halálát elrendelik. Tehát ugye az életadó Krisztusnak a halálát rendelik, hogy öljük meg, meg Lázárét is. És ugye, hogy mennyire nem egyszerű hinni, akkor sem és ma sem, az bizonyítja az a tény, hogy többen a szemtanúk közül döntöttek így, hogy elviszik a hírt, de nem Krisztus, nem Jézus oldalára állnak, hanem inkább a hatalmat szolgálják, és inkább a státuszkót, inkább a farizeusokkal, az írástudókkal tartanak, nem tudjuk milyen megfontolásból, milyen önző érdekekből, vagy milyen félelemből, vagy milyen tényleg milyen szándékból, de számukra még, tehát az ő szemük még nem nyílt meg, az ő szívük nem volt nyitott erre, az ő fülük nem volt nyitott Jézusnak a szavára.
De rájuk igaz az, amit Jézus is mondott, hogy szívével, tehát szájával lehet, hogy dicsér engem ez a nép, de szíve távol van tőlem, nem hallják meg azt, amit mondok, nem nyitják ki szemüket arra, amit teszek, mert a saját magukkal vannak elfoglalva. És ez a mai napig is ugye igaz, mert és éppen a minap volt erről szó, a tegnapi útmutató ige kapcsán volt az a magyarázat, hogy egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. És azt írta a magyarázó hozzá, hogy ha nem vagyunk nyitottak arra, hogy szembenézzünk Jézussal, hogy meghalljuk, amit ő mond, amit ő tesz. Ha azt nem fogadjuk el, akkor nem lesz megváltásunk, akkor nem lesz részünk a megváltásban. Tehát, hogyha én szándékosan kerülöm, szándékosan befogom a fülem, szándékosan behunyom a szemem, és megkeményítem a szívem előtte, akkor nem lehet részem a megváltásban. És itt is ezt látjuk, hogy bizony, vannak, akik még ezek után is kikerülik Jézust, és megkeményítik a szívüket. És inkább dörgölőznek a hatalomhoz, és talán a félelem is hajtja őket, jaj, mi lesz, hogyha Jézusban mindenki hinni fog. Ugye a nagy tanács Kajafás is ezen rágódott, hogy ha mindenki átpártol Jézushoz, akkor mi elveszítjük a hatalmunkat a nép fölött, akkor mi nem tudjuk őket irányítani, nem tudjuk őket vezetni, és akkor ilyen hamis gondolatot hoz be, hogy akkor a rómaiak biztosan ráteszik a kezüket a népünkre, hogyha Jézus veszi át a vezető szerepet, és ezt nem engedhetjük meg, inkább halljon meg egy, mint hogy az egész nép elveszem. Ugye ez egy ilyen reál politikai megfontolás, hogy a reál politika mindig méricskél, tehát hogy egyik serpenyőben hányan vannak, másik serpenyőben hányan vannak, meg hát főleg a pénz, meg a hatalom féltése, hogy hát itt csak egy vándor prédikátor van, igaz, hogy te csodákat meg jeleket, már követik néhány ezeren, de mi ránk azért még hallgatnak több ezeren itt a fővárosban, nehogy már megbillentsük ezt az egyensúlyt, vagy elveszítsük. Most menjünk elébe ennek, most öljük meg Lázárt is, meg őt is, és akkor miénk marad a hatalom. Ugye itt azért vannak áthallások a mai világtörténelmi eseményekkel kapcsolatosan. A reál politikusok látjuk, hogy hogyan gondolkoznak, ugye akik úgymond, tehát akik féltik a hatalmukat, meg a befolyásukat. És nagyon érdekes János evangéliumának a szemlélete, a Kajafással kapcsolatosan. Kajafás ugye az, aki elítéli majd ugye a nagy tanács előtt Jézust, és halálra ítélik az ő vezetésével később, pár nappal később. De János evangélista nagyon érdekes módon ezt az ellenséges mondatot utólag, kb. 90, Krisztus után 90-ben, amikor leírja az evangéliumot, nem engedi az ellenség tér felén hagyni ezt a mondatot, hogy inkább egy veszene el, mint sem, hogy az egész nép, hanem ezt is, ezzel a mondattal is Isten dicsőségét próbálja szolgálni, mert kiveszi Kajafás szájából, és azt mondja, hogy ez egy profécia, és a mindenkori főpapok, a főpapi tisztséghez az is hozzájárult, hogy időnként profétálhattak, és azt mondja, hogy ő végül is öntudatlanul profétált. Ő azt gondolta, hogy elveszejti Jézust, de Isten éppen ezzel mást gondolt, valami nagyobbat készített elő. Igen, egy halt meg mindenkiért. Igen, egy hordozta mindnyájunk bűnét. Inkább egy veszett el, sem, hogy mindenki elveszett. De más előjellel hangoztatja ezt János evangélista. Tehát azt látjuk, nagyon érdekes,
Tehát nem engedi, hogy még ez a mondat is az ellenség tér felé maradjon, hanem ezt is megkereszteli, és Isten dicsőségeként mutatja meg. Igen, Kajafásnak igaza volt, de nem abban az értelemben, ahogy ők akarták, hanem ahogy az Isten akarta. Úgyhogy így lett ez egy profécia. És imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te egy rendkívüli gyászfeldolgozást bizonyítottál Lázár feltámasztásával. Szeretted az embereket, szeretted Lázárt is, a nővéreit is, az embereket, nem hagytad őket cserben, hanem az Isten dicsőségét szolgálta az is, ahogy feltámasztottad. Ezzel ott még sokaknak erőt, hitet adtál, ajándékoztál, akik ennek a tanúi voltak. És köszönjük, hogy noha mi már nem látunk téged testben, és mi sem érinthetjük meg Lázárt, de nem is ez a lényeges, hanem az, hogy higgyünk benned, aki éltetsz mindeneket, és akivel együtt föltámadunk majd mi is. Köszönjük, Urunk, hogy ma is így hívogatsz bennünket, és adsz reménységet a halállal szemben, és ezért imádkozunk azokért, a testvéreinkért, embertársainkért, akik betegek, akár halálos betegségben vannak, akár haldokolnak, utolsó napjuk ez, utolsó óráikat töltik itt, de legyenek reménységgel te benned, és tudjanak előrefele nézni te általad. Imádkozunk a gyászolókért, hogy ne reménytelenül gyászoljanak, hogy meglássák üdvözítő akaratodat, meglássák az Isten országának a dicsőségét. És imádkozunk a menekülőkért is, a menekültekért is, akik a háború elől futnak, a halálos veszedelemből. Urunk, kérünk add, hogy minél hamarabb véget érjen ez a rémület, ez a háború, hogy ne veszélyeztesse sokak életét, hanem a békesség és az élet tudjon győzedelmeskedni. Az erőszak, a gonoszság, a hamis hatalomféltés helyett. Így kérünk, hallgasd meg imádságunkat, akkor együtt még így is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A testvérektől most elköszönök. A 369-es éneket fogjuk még énekelni, de ezt már nem közvetítjük. Ha otthon szeretnék, énekeljük el. Szép estét! Nyugodalmas estét kívánunk mindenkinek. Köszönjük, hogy velünk van. Erős várom Istenünk. Erős várom Istenünk. Erős várom Istenünk.